Az utóbbi években a gasztronómiában az egyik vezető szó lett a textúra. Sárközi Ákos neve pedig összeforrott ezzel a szóval, hiszen annyiszor hallhattuk tőle a konyhafőnök verseny alatt. Most már viszont, mint étterem is, megvalósult a textúraság, és mindjárt meg is mutatjuk, hogy ez milyen, meg persze ételt is készítünk, tanulunk Ákostól. Az organikus ételmet szeretünk valami, és organik volt az első nevünk. Csak nem tudtuk levédetni, és ezzel kapcsolatban kellett váltani, és a később jött, hogy de bolondok vagyunk, hát a textúra annyira jellemzi az én személyemet, a borgonyát és mindent, az én munkásságomat, hogy akkor legyen textúra. Tudunk hozzáépíteni egy koncepciót, meg tudjuk csinálni az interiort, a dizájnt, az étele szempontjából mindenféleképpen fontos nálam, hogy miért nem ez jutott első körbe eszünkbe, és így lett textúra. Amikor megszületett az első gondolat, hogy étterem legyen, akkor voltak félelmeim. Részben azért, mert amikor a borkonyhát nyitottuk, akkor volt egy olyan kezdeti időszak, amikor tudtál játszani. Akkor még idézőjelben a kutya nem ismert, és tudtál hibázni is. Itt viszont már pontosan tudtuk, hogy hatalmas lesz a figyelem, és nagyon fókuszálni fognak arra, amit mi csinálunk. Ezáltal viszont nehezebb is, mert nincs meg az a kis gyakorló időszak, hogy amit föl tudunk szépen mi is építeni egyfajta stílus, mondjuk az étterem szempontjából. Ugyanakkor, mert megvolt már a tapasztalat a borkonyha esetében, hogy hogy kell éttermet üzemeltetni, hogy kell éttermet megalkotni, ételeket, a csapatot, mindent. A másik oldal pedig, én olyan típusú személyiség vagyok, hogy én nem tudok a senkiben megülni x éven keresztül. Mert hiába működik minden, nagyon jól, minden szuper. Akkor is kell valami kis trubály, valami, ami újra felpesdít. És ez nekem nagyon jó játszótér volt újra megélni ezeket, hogy tervezni, álmodni, az nagyon jó időszak volt. De amikor például egy új kompozíción gondolkozol, akkor te az ízek vagy a képek felől közelíted meg? Ez mindig a receptúra határozza meg. Álmodtam meg úgy ételt, hogy hamarabb tudtam, hogy fog kinézni, mint milyen íze lesz, vagy fordítva. Amikor rámegyek egy színre, amikor azt mondom, hogy most én szeretnék egy fekete ételt, akkor keresek alternatívákat, vagy zöldre, és akkor abból építem föl. És utána keresem a kapcsolási pontokat, hogy mivel tudom esetleg ezt összepakolni, amitől ez jó lesz. De van fordítva is, hogy megkóstolok valami ízvilágot, és hogy ez finom. Ha ezt még hozzáraknék, ezt és ezt és ezt, ezt kiemelném azzal, akkor az megvan, akkor most már alkossunk hozzá, hogy fogom a világot. Manapság, amikor elmész egy étterembe, vagy én magam olyan vagyok, hogy látok valamit, ha én nem kívánom meg szemre, látványra, illatra, akkor nem biztos, hogy meg akarom kóstolni. Aha. Az fontos, szerintem egy étel szempontjából, hogy nem csak oda van rakva, lehet az valami egyszerű. Gyakorlatilag minden szempontjából ilyen. Fontos, hogy néz ki. Tehát csak persze. Gondolj bele, hogy mennyi energiát, pénzt, időt visz el a cégektől, hogy a megfelelő csomagolást megtalálják. Gondoljunk csak bele, hogy mi nők mennyit teszünk azért, hogy a csomagolásunk megfelelő legyen. Tehát nyilván ez az elsődleges, ami a vizuális élmény. Miközben ugye az ember azt gondolná, hogy egy séfnek a nyelvével indul el az egész. Mindenki máshogy építi fel a koncepciót. Valaki, ahogy tényleg az ízre megy rá. Valaki alapanyagot keres. Én pedig hol így, hol úgy. Szerintem az ember már nem tud elmenni amellett, hogy van egy trend. Magyar alapanyagokból, magyar embereknek főzünk, bár nyilván rengeteg külföldi... De szerinted ez trend? Szerintem igen. Kell, hogy trendként mutasson meg a magyar alapanyagot? Én vitatkoznék. Én nem hiszem, hogy trend, hanem azt gondolom, hogy ez a kötelesség. Sokan nem tudják, hogy egy étteremben, mondjuk egy séf életében a legnehezebb dolog az, hogy a stabilitás, az állandóságot fenntartani. Alapanyag szempontjából igen, azért nyúltunk mi annó külföldi alapanyagokhoz, nem azért, mert jobbak voltak, hanem állandó minőségben meg tudtuk szerezni külföldről mindig ugyanazt az alapanyagot. És ezért kezdtünk el dolgozni. És most már egyre több olyan magyar termelő tenyésztő van, akik most már folyamatosan tudják hozni ezt a minőséget, amivel egy étterem, egy az ő arculata meg tud maradni. És ez a legfontosabb, hogy ez mindig olyan legyen elegendő, mert annál cikibb nincsen, amikor azt mondom a vendégnek, hogy ma csak 2 darab halam volt,
majd holnap után talán jön. Szóval így nem lehet építeni egy étteret. De magyarán akkor ez egy elvárás lenne, és akkor ehhez igazítjátok a borlapot is. Igen, teljes mértékben magyar alapanyagra van hangsúlyozva mind a két étterem. Igen, egy-kettő van, ahogy te is mondtad. És a borok tekintetében is úgy vagyunk, hogy mutassuk meg, mert milyen sok olyan magyar, nem is mondjuk nem termelőnek hívunk őket, hanem pincészetek vagy borászatok, akik mutassunk be, mert fantasztikus bort alkotnak, és nálunk Juhász Krisztián rakta most össze, ugye textúrában, de most a borkonyhában is a borlapot. És itt is szeretném bemutatni azt, hogy igenis fel tudjuk menni a világgal a versenyt, mert vannak mind alapanyag szempontjából olyan dolgok, amivel bármikor le tudunk körözni, kacsamáj, topajaszú, ami kapcsán igazán lehet indulni. A kacsamáj az ugye nyilván nem annyira ördögtől való belsőségnek minősül, mint mondjuk egy mirigy, vagy bármi ilyesmi, de azért, ha jól tudom, akkor te szeretsz ilyen irányba elmenni, igen, hogy használjuk föl az összes kis porcikáját annak az adott állatnak. Szerintem Magyarországon jellemző, hogy nagyon sokan kedvelik a belsőségeket. Pedig ez szerintem kiment a divatból, tehát a panelekkel gyakorlatilag azért erősen elszeparálódtak az emberek az állatnak azon részeitől, ami nem kifejezetten a hús. Igen, mert nem ennyire szép. Én azt szoktam mindig mondani, hogy mindenki tud főzni egy fantasztikus bélszint, vagy rá tudok rakni kaviárt valamire, de nem abból kell igazán jót alkotni, hanem egy malacfőből, egy malacorból, vagy pacal belsőségek, májves, ez húza, teljesen mindegy. Ha ebből tudsz alkotni valamit, akkor azt gondolom, az már igen. Az a főzés szeretet és az a művészet, amikor ezekből a időzelben hitvány alapanyagokból főzöl valamit. És ez tök jó kihívás is, amikor egy bikaherit tálalsz fel egy vendégnek, vagy int, vagy olyan hasa-alja részeket akár a hal szempontjából, ami azt mondom, hogy egy kicsit zsírosabb, kicsit másfajta, nem olyan szép, de ízeiben viszont ezek az apró pici kis pontok, amivel föl lehet dönni egy bizonyos hitet, egy tányért. Azt gondolnám, hogy egy Michelin csillagos séfnek, aki ráadásul tervezi a következő étterem nyitását, ez pont elég feladat. Na, ehhez képest te elvállaltál egy olyan munkát, hogy főműsoridőben minden este másfél órát a képernyőn vagy, ami azért nagyon megváltoztatja. Sajnos van, akinél a személyiséget is, de van, akinek csak egyszerűen az életét. Felmértette, hogy mivel jár egy ilyen? Hát nem. Az igazság, hogy tényleg, amikor így megkaptam ezt a felkérést, és akkor én ott voltam, és most, hát nem tudom, mit akarnak velem, én azért nem vagyok egy képennyőre termett ember, mit fogok én csinálni, ott bénezni fogok, meg ilyenek, meg az első gondolatok. De fantasztikus dolog volt megélni azt, hogy egy kicsit átmentem egy másfajta szakmába, láttam mondjuk a televíziózást belülről, hogy néz ki, hogy épül föl. Olyan embereket ismertem meg, aki a mai napig a barátaim e kapcsán. Szóval nekem nagyon pozitívan csapódott le. És azt gondolom, hogy a személyiségem nem változott ezáltal. Persze tapasztalatabb lettem, talán rutinosabb, de én ugyanaz az ember vagyok, mindig is voltam, csak max többen ismernek. De amikor én elvállaltam ezt az egész műsort, akkor én azért is vállaltam el, mert tudtam és hittem abba, hogy ezzel picit a saját kis életemet tudom megkönnyebbíteni, és ez nem anyagi és ízés szempontból mondom, hanem az étterem életét és a gasztronómiához kötöttem az egészet részben. Ha én fejlesztem a nézőközönséget, a hétköznapi embert, időzőjelben hétköznapi embert, hogy mi hogy készítünk egy ételt, milyen alapanyagokat választunk, mi alapján választunk, milyen technikák vannak, technológiák a főzés területén, akkor tudom őket fejleszteni. Ha őket fejlesztem, ők már bátrabban nyúlnak a piacon olyan alapanyaghoz, amit nem ismer, ezáltal ha eljön hozzám, nekem könnyebb dolgom lesz azt mondani, hogy gyere postolni, mert akkor nem fél, mert már ismeri, van valami tapasztalata, így ezáltal így kötöttem össze, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok. És az, hogy nap mint nap megismernek az utcán, nem tudok elmenni egy McDonald'sba, mert megszólnak rögtön abban a pillanatban, pedig azért volt már ilyenek. Sárkózi Ákos, bemenni egy McDonald'sba, micsoda dolog ez? Nekem volt ilyen, amikor bementem egy ilyen helybe, és amikor nyitottam itt be, ha már a sépek is így állnak mondattal, bekötöm az alatt, és elsétáltak. Pedig volt egy összak, amiben... Beszereztél egy ekkora napszemüveget, egy ekkora sálat, és a szomszédos Burger Kingben újra próbálkoztál. Ezt kell csinálni. Hogy amikor ilyen, mindig találkoztam egy barátommal, Wolf Andrissal, és elmentünk benzinkútra egy háromszög szendvicset enni, hajnal egykor. Az
ilyen munkás, hogy akkor a sépek oda járnak, és mind a ketten ilyen extra étteremben dolgozunk. Én akkor válnék hiteltelenni, hogyha azt mondanám, hogy ezeket nem eszem meg. Hogyha az ember szerintem több területen kipróbálja magát, sokkal több tapasztalata van, mint a gasztronóm, tévé, vagy akár a művészet oldalról, és hogyha még mellette szerelmes vagy boldog, akkor sokkal könnyebb minden, akkor tényleg minden így megy. Ha megfogom ezt, ebből tudok alkotni valamit, de akkor, ha boldog vagy. Ha nem vagy, akkor már kevésbé vagy hatalmas mintával tudsz ebből a egyszerű kis, nem tudom, késből bármit alkotni. Nem tudom, nyilván nem is akartam elmenni emellett a kérdés mellett, de miután te magad többször kínáltad, hogy azért egy óriási változáson ment keresztül a magánéleted, ami ugye egyrészben egy kudarc, egy válás, az mindig kudarc, de a folytatás az meg egy hihetetlen sikersztori. Az, hogy ennyire a kirakatba rakod, nem félsz, hogy ez valahol visszaüt, vagy egyszer most a szíved ez diktálja, hogy világgá kell kürtölni a boldogságodat is? Én egyetem nem szégyellem azt, hogy most rendkívül boldog időszakot élem az életemben, és mert találtam álmai nőit, és olyan pár találtam, akit világéletemben kerestem. És nem mondom, hogy nekem nagyon jó házasságom volt a feleségem maradó, és tényleg nagyon szép boldog időszakot éltünk meg, de aztán szépen lassan emberi módjára felmértük, hogy ez már nem tud működni, és inkább nagy veszekedések, vagy bármi kiborítások nélkül tudtunk barátként elválni. Ez egy szuper jó dolog. Részben azért, mert van egy lányom is, akinek az életének a legfontosabb. De így, hogy most bejött Évi az én életembe, ő pedig egy olyan másfajta világot mutatott nekem, amit én egész életemben kerestem. És tudom, hogy ez most oda arra pontra jutottunk együtt közösen, hogy mi erre vártunk, ezt kerestük. Mind a ketten egymással. És ez, hogy mind a ketten így gondolkodunk, ez a legjobb az egészben. És azért nem félek attól, hogy ebből bármilyen támadás lenne, mert ha támadnak, akkor támadjanak, nem érdekel. Mert van mellettem valaki olyan, amikor én gyenge vagyok, vagy pici, akkor ő segít, és mellettem lesz, és meg fog védeni, hogyha kell. Eszembe jutott Szabadfi Szabi mondata a pékekkel kapcsolatban, hogy a pék szerinte az az ember, aki a szeretetet láthatóvá teszi. Veled kapcsolatban az jutott eszembe, hogy te lehet, hogy az az ember vagy, aki a szépséget ehetővé teszed? Nagyon kedves megfogalmazás. Én mindig is örültem annak, amikor ételek alapján meg tudták mondani, hogy az az én ételem. És az nagyon fontos, hogy amikor kialakul egyfajta stílus egy sépnek, egy szakásnak, akkor az hozzá köti. Ez a legnagyobb kincs és legnagyobb pozitív visszajelzés az én életemben. Most már azért most így a párkapcsolat kapcsán még jobban erőteljesebben a művészet felé mentem el, de hiszek abban, hogy lehet ezzel még bőven játszani, van még benne mit, amit ki lehet ebből úgymond emelni. Amikor meg tudom mutatni egy vendégnek, amikor bejön hozzám, és elkezdek vele beszélgetni arról, hogy miért szeretem én ezt a világot, és amikor ötvözöm a művészetet és a gasztronómiát, akkor azt miért teszem és hogyan, hogy mennyire egyszerű a világ, és mennyire bonyolultan gondoljuk, pedig csak ha 3-4 szint alapanyagot összerakok, abból mi tud kijönni. Ákos, légy szíves, mesélj el, hogy akkor most mit készítünk. Mindenféleképpen az volt a koncepció, hogy a textúrában akartunk játszani a formától. És látod, hogy ez a formavilág is, amit a tányéról látsz, ez a kacsamány krém. És ez visszaköszön az étteremnek a interior design szempontjából. Ezt azért hoztam ide, hogy megmutassam, hogy milyen jó szakásnak lenni. Mert mindent, amit megálmodsz, azt meg tudsz alkotni különböző formavilággal. Egy kacsamány krémet készítek, amit belehúzok vékonyan. Kicsit megdermesztem, és aztán egyszer csak kijön. Jó? De akkor el is kezdem a tárolást gyorsan. Jó? Ez egy kacsamáj, egy pici kis tokajaszóval. Meg fogom szórni egy kis szárított citrommal. Legfőképpen azért, hogy milyen szép fősz majd a színe. Egy gyönyörű színe van. Mi itt most káposztával fogjuk majd megtárolni. Akkor készítettem egy ilyen kis káposzta zselét, krémet kell káposztából. Ebbe a... Milyen jó hangzású zselésítő anyag, agar-agar. Mit szeretném, mindegy? Csak kíváncsi vagyok, jaj, de szép. Szantán gumi. Aha. Jó, egy keveset lehet, hogy látom, belegattam. Akkor van hozzá egy pici kis morzsa, ami chili paprika, római kömény, egy ilyen lézerszerű tésztát kell elképzelni, ami le van reszelve. Egy kis textúrajátékosság, ha már textúráról beszélgetünk.
lehet is látni a kis csigadarabokat. Igen, látom. Akkor fogunk hozzáadni, ha már káposztás étel, egy kis káposztát, ami le van blanzsírozva, főmabában picit is zsűrjelne. Ez ja. Majd egyébként változik évszakonként, hogy persze. Megvan a terim, vagy ez a kacsamáj pástétom, és akkor mindig hozzáigazítod az adott szezonnak a zöldségeihez, gyümölcseihez a körítést? Tökéletesen jól látod. Nagyon fontos, hogy a szezonnak megfelelően főzzük egy konyhában. Itt áll nagyon fontos, hogy 3-4, 5 havonta változik az étel, attól, hogy mire beszélünk. De arra kérlek, hogy akkor ne csak egy dolgozzak. Van egy pici kis bazsalikom olajam, be kéne keverni ezt a kis káposztát bazsalikom olajjal. Alapból is szép volt a színe a káposztán, de azt gondoltam, hogy egy pici kis bazsalikom olajjal még áll lehet. És most jön a bűvészkedés, hogy hova, melyik kupac, mit raksz? Most viszont fogok még használni egy kevés kis bírsalmát, ha már tél van. A kedvencem. Télen most a bírsalmára rá vagyok izgulva, gyógyulva, hogy mondjam. Na ettől meg őszies lett. De azért nem lenne teljes, hogyha nem raknék el valami ropogós textúrát. Ha már textúráról beszélgetünk, akkor pedig a káposzta egyszerűen csak ki van szárítva egy szárítógépbe. És hallod is, hogy mennyire megtörik. Akárhányszor nézlek, ahogy ételt állasz, mindig csak az jut eszembe, hogy ez művészet. És ebben a pillanatban akkor én azt mondom, hogy el is készül. Ami kis kacsamájunk textúrása. Hülye hangzik, de igen, nem hangzik hülyén, gyönyörű lett. Ilyenkor az ember egy kicsit azt érzi, hogy most én roncsom el a kompozíciót azzal, hogy beleharapok akármelyik részébe, de közben iszonyúan kíváncsi vagyok arra is, hogy ez a több komponens, ezek az ízek hogy érnek meg össze. Látod, milyen háratlan feladat a szakásnak lenni? Igen. Alkotsz valamit több órán keresztül, akár hegyen keresztül, jön a vendég, és egy perc alatt eltelik. Azokat a másodpercekért főz az ember, amikor valaki azt meg, hogy majd kérek még, az a legszebb mondat szerintem egy szakásmeres életében, illetve amikor látod azt, hogy valaki két pohár eszik.